Az országos mentőszolgálat 8500 mentődolgozó közösségét jelenti, és ez kisközösségekből felépülő szervezet. Az egyik ilyen példamutató kisközösségünk a Bonyhádi Mentőállomás 14 bajtársa, akik éjjel-nappal az év 365 napján a rászorulók rendelkezésére állnak. Büszkék vagyunk rájuk, és örülünk nekik, hogy egy picivel megint jobb lett a munkakörülményük azzal, hogy itt egy ilyen lemezgarást adhattunk át. Ebbe a lemezgarázsba tolad be a mentőautó Bonyhádon. A völgységi város szervezetei, segíteni akaró civilei és a helyi önkormányzat támogatta a beruházást. A mai esemény számunkra, egy polgármester számára, ami a legfontosabb üzenete, az az összefogás, hiszen ez a mai átadási ünnepség nem valósulhatott volna meg, hogyha a városban nincsen egy olyan széleskörű összefogás, mint ami a garázsépítésnél is történt. Nem csak a Bonyhád város önkormányzata, hanem az itt élő emberek, a civil lakosság, a vállalkozások, és természetesen a Bonyhádi Mentőszolgálat csapata, akik nagyon sok munkát, energiát nem kivélve, és természetesen anyagi áldozatokat sem, összefogásával valósulhatott meg ezeknek a garázsoknak a megépítése. Azok az autók, amelyek most itt rendelkezésre állnak, nem fértek el a meglévő garázsban, ezekkel lehet újban gondolkodni. Hogy mennyire lesz ez végső megoldás, azt nem tudom, de jelenleg arra jó, hogy ezek a gépjárművek itt maradtak, a Bonyhádi Mentőszolgálat használja továbbra is, annak érdekében, hogy a lakosságot a lehető legmagasabb színvonalon el tudják látni. A mentősökre a járványhelyzet idején még több feladat és nagyobb felelősség hárul, így amivel tudják, az Országos Mentőszolgálat vezetői is igyekeznek bajtársaikat segíteni. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, tárgyalások folynak a további bonyhádi fejlesztésekről. Az elmúlt két évben komoly fejlesztések történtek nem csak a Bonyhádi Mentőállomáson, hanem az Országos Mentőszolgálat számos pontján. Ennek egy részállomás ez a garázsátadás, de tovább gondolkozunk abban, hogy akár egy új Bonyhádi Mentőállomás is épüljön a közeljövőben, hiszen még méltóbb körülmények között lehetnek akkor a bajtársaim. Mintegy 100 000 fertőzött gyanús vagy igazoltan fertőzött betegnek nyújtottunk eddig segítséget, és több mint 800 000 mintavételt végeztünk országosan. Ez óriási szám, ez 3 millió kilométert tettünk meg, ami szintén önmagában már sokat mondó. De azt is tudni kell, hogy emellett végezzük a normál napi mentésünket is, ami most egyelőre ugyanolyan mértékű, mint ami volt a tavalyi lezárások idején, valamivel csökkent az esetszámunk, de most, hogy az élet visszatért valamelyest a normál kerékvágásába, ugyanannyi esetet látunk el a Covidon felül is. Ez egy óriási terhelés a bajtársaimnak. Hál' Istennek az átoltottságunk most már elég komoly méretű, így a megbetegedett mentő dolgozók száma nagyon-nagyon alacsony. Így át tudjuk látni azt a munkát, ami ránk hárul. Külön meg szeretném köszönni a Tolna megyei és a Bonyhádi bajtársaimnak azt az áldozatos munkát, amit az elmúlt egy évben is végeztek, és nagyon büszke vagyok rájuk, és kérem, hogy még tartsanak egy kicsit, hiszen a harmadik hullám az pont itt van a nyakunkban, de hamarosan bízunk benne, hogy vége lesz ennek. Vigyázzon mindenki magára, aki teheti, és lehetősége van rá, az vegye fel az oltást, hiszen így tudunk csak együtt győzni, és együtt sikerülni fog. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt az eseményen. Elárulta, személyes tapasztalata van a helyi mentőállomás hatékonyságával kapcsolatban. 9,5 évvel ezelőtt én magam is egy súlyos infarktuson estem át, és az itt dolgozóknak volt köszönhető az, hogy azonnal gyors segítségben tudtak részesíteni, és utána pedig a pécsi központba tudtak eljuttatni. Nem győzöm azóta is kihangsúlyozni azt, hogyha ők nem lettek volna, akkor talán ma én sem állhatnék önök előtt, úgyhogy én még ezt szeretném ezt megköszönni. Közel egy évvel ezelőtt érte el a térségünket, Magyarországot is a Covid-járvány. Azóta az életünk jelentősen megnehezült, de én azt gondolom, hogy a biztonságunkhoz, az egészségügyi ellátás biztonságához szorosan hozzátartozik az Országos Mentőszolgálatnak a munkája. Szeretnék köszönetet mondani nekik, és minden munkatársnak, aki az Országos Mentőszolgálatnál dolgozik, köztük azoknak is, elsősorban természetesen, akik itt Bonyhádon, illetve Bonyhád környékén 19 település mindennapjait könnyítik meg, illetve ezt a szolgálatot látják el itt a térségünkben. Egy újabb beruházást tudtunk avatni az önkormányzat, illetve szponzorok segítségével, egy új
mentőparkolót, garázst tudtunk kialakítani, én ennek örülök, és örülök annak is, hogy tényleg a magánemberek, a szponzorok mindig is segítették ezt a munkát. Az első mentőkocsi Budapesten 134 évvel ezelőtt indult el, az egy lófogató kocsi volt, amivel a betegeket akkor kiszolgálták. Én azt gondolom, hogy most már sokkal korszerűbb technikák, technológia áll rendelkezésünkre, és remélem azt, hogy ez a fejlesztés is hozzájárul ahhoz, hogy minél gyorsabban és szakszerűbben tudják főleg a súlyos betegeket, az akut betegeket kiszolgálni. Itt Bonyhádon számunkra az jelenti elsősorban az igazi problémát, hogy ez a mentőállomás elégében van a város szívében, és a bonyhádi utak meglehetősen szűkek, nehéz a kiállás, illetve az elindulás. Reméljük azt, hogy majd a következő években egy új telken, egy új mentőállomás építése meg tud valósulni, mert úgy gyorsabbá válik a betegeknek az elérése. A bonyhádi mentősök 19 településen látnak el szolgálatot.